Folytatjuk utunkat kis megszakításokkal a zöld-fehér jelzésem. Ajaj, merre menjek? Nem egyszerű ám. Gyertek el, próbáljátok itt is. Meglátjátok, nem egyszerű. Én erre megyek. Erre a pláza van. Mit? Hol? Majd átmegyek. Jó, megyek arra. Még azt mondják, hogy nincsen rosszabb út, mint a pesti út. Dehogy nem, itt van. Láthatjátok. Ez itt egy lépcsőfok, ez. Így. Az igen. Kicsit rövid fa. Mire elérjük a célunkat, talán még rágén is fog esteredni a mai nap. Hú. Az igen. Hű, hát van kihívás, ezt meg kell hagyni. Nem mindegy, hova teszed a lábadat, gyere is milyen cipőbe vagy. Hoppá, hoppá! El ne es! Haló! Ez komoly! Csak egy kicsit csúszik. Pedig nyár van és nem esik ott az eső. Legalábbis nem ma. Hú. Hát itt az idilli környezet. Kérem szépen. Csend van. Vízcsobogás. Madarakat lelőtték, azért nem lehet hallani őket. Innen dob, onnan dob. Hát, szép időnk van. Na, haladjunk tovább. Hú. Na. Itt annyi tüzelős van, hallott, hogy egy két hónapig árulhatnám. Napi két autóval. Ha mondjad? Ja igen, itt is egy kis medence látható. Pár fadarabot ki kell dobni, aztán két személynek ideális itt is. Élményfürdőnek. Hú. Hopsz. Opa. Kicsit csúszik. Ne gyertek gagyicipőbe, csak jó minőségűbe. És ha lehet bakancsba. Van út torlasz. Orbán lezáratta az utat? Hű. Vízbe menni, jó? Út torlasz. Az igen. Így. Na szóval.
Itt már jobb az út. Itt az útorlasz. Megadta magát a fa. Vadregényes táj. Nem mondom, hogy vadvízi evezéssel, de vadvízi sétával egybekötve. Csak élelmet hozzatok magatokkal, meg vizet. Na. És akkor arra megyünk tovább nem sokára.